Mindenkinek van egy emléke a taxis blokádról, aki abban az időszakban már tudott ezen bármilyen módon is gondolkodni. Én például arra emlékszem, hogy éppen elsős gimnazista voltam Nyíregyházán, és amikor oda is átterjedt ez a tiltakozó akció, akkor előbb az iskolától a kollégiumig, a város egyik végéből a másikig, aztán pedig onnan haza Tiszavasvárig nem tudtam eljutni, mert hogy gyakorlatilag hermetikusan lezárták a taxisok a várost. Ez volt a rendszerváltás utáni korai magyar demokrácia első erőpróbája. Ezt azért olvasom, mert ez egy idézet volt a film rendezőjétől, Tőzsér Ádámtól, amely ezt az eseménysort feldolgozta, és amelynek címe Blokád, és amelynek a mozikban az első bemutatója éppen a tegnapi napon volt, és amelynek a producere Lajos Tamás itt ül velem szemben most a stúdióban. Szép jó reggelt kívánok! Kezicsókolom, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Ha már mindenkinek van egy sztoria, akkor én most elsődlegesen az ön sztoriára lennék kíváncsi. Mire emlékszik a blokádból? Vannak-e esetleg személyes kötődések, személyes pontok? Hogy ne lennének? Én 90. októberében már a második egyetemre jártam, nevezetesen a Színház és Filmművészeti Főiskolára, és pécsi lévén Budapesten ragadtam. Nem tudtam hazautazni Pécsre, és akkor össze-vissza mászkáltunk a barátaimmal a városban, nagyon jó volt a levegő, átsétáltunk az egyébként teljesen üres Erzsébet hídon, nagyon élveztük. Ennek akkora politikai következményeivel mi nem nagyon foglalkoztunk. Azt a feszült hangulatot, amit egyébként a filmben nagyon jól sikerült visszaadni, nekem volt szerencsém már megnézni a filmet még a bemutató előtt, azt érezte a levegőben? Tehát, hogy ezt a történelmi hűséget, ezt sikerült-e visszaadni a filmben? Azt kell mondjam, hogy nem. Tehát a filmben lehet, hogy sikerült visszaadni, de akkor, ahogy én az akkori magamra emlékszem, nem éreztük, hogy olyan komoly feszültség lenne. A jó levegőt éreztük, meg a szabadságot éreztük, meg azt, hogy ott lehet sétálni a városban. Miért született meg a film? Mert hogy itt alapvetően, ha jól tudom, nem az volt a cél, hogy dokumentálják a taxis blokkád történelmét, hiszen ez csak egy momentum volt egy sokkal nagyobb képben, amit úgy hívunk, hogy rendszerváltás, vagy inkább rendszerváltozás, és amelynek az egyik főszereplője, ahogy a filmnek is a főszereplője Antall József néhai miniszterelnök. Tehát mi adta az apropót a film elkészüléséhez? Mindenek előtt azt gondolom, hogy tisztázni kell, ez egy Antall József film. Tehát ez egy Antall József életrajzi film. Hát én nagyon-nagyon régóta szeretnék a rendszerváltásról filmet készíteni. Ez tényleg egy évtizedes álmom. Olyan 8 évvel ezelőtt kezdtem el komolyan nyaggatni Köbli Norbert forgatókönyvíró barátomat, és kezdtünk el intenzíven gondolkodni azon, hogy a rendszerváltás kapcsán hogyan és miképpen kellene filmet készíteni. Ugye, hogyha filmes szemmel nézzük, azért nagyjában egészében a rendszerváltás az arról szól, hogy egy kerekasztal körül ülnek fiatal és kevésbé fiatal urak, hölgyek, és beszélgetnek a demokráciáról. Ez azért filmesként egy elég nehezen megfogható jelenet. És több téma felmerült, rengeteg szempont volt, ebből talán az egyik legfontosabb, hogy Norbi kijelentette, és ezzel teljesen egyetértettem, hogy élő személyről, főleg gyakorló politikusról nem szeretne írni. Én is azt gondoltam, hogy ez egy teljesen helyén lévő és legitim szempont. Hosszas beszélgetések után viszont jött a Norbi a homlokára csapott, és jött a kézenfekvő felismerés, hát Antall József. Antall József, aki az emblémája egyébként a rendszerváltoztatásnak, egy emblématikus alak, borzasztó módon nincsen a helyén. Tehát amit szerencsétlen Antall és idézőjelben a kormánya kapott, hát az egészen döbbenetes. És ezről a mai napig rengeteg tévképzet van. Elkezdtünk dolgozni, ezen közben barátom Kónya Imre is becsatlakozott a filmért küzdőknek a sorában. Rengeteget... Aki annak idején az Antall kormánynak az egyik aktív tagja volt. Nem volt kormánytag az Imre, a frakcióvezető volt, tehát a parlamenti frakciónak volt a vezetője, de az eseményeknek aktív részese volt, és hát gyakorlatilag testközelből kísérte figyelemmel az eseményeket, arról nem beszélve, hogy Antallnak tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a barátja is volt, lett ott az események során. Szóval így hármasban kezdtünk el dolgozni a filmen, a film ötletén, lobbizni érte, és hát évről évre haladtunk előre pici lépésenként, amíg egyszer csak 21 elején zöld utat kapott a terv, akkor már kész forgatókönyv, és onnétól kezdve aztán beindultunk, és mint a gőszenger mentünk előre. Mennyire hű az eseményekhez ez a forgatókönyv, illetve maga a film? Nem véletlenül teszem fel a kérdést, mert ugye még csak néhány napja lehetett megnézni, kedden volt a dísz bemutatója, vagy hétfőn, ha jól emlékszem, és már is azért meglehetősen sok kritikát kapott, cáfoltak itt bizonyos momentumokat, például a gázcsapok, illetve az olajcsapoknak az elzárását, most itt gyorsan így az aktuál politika becsúszott a beszélgetésünkbe, hogy ez meg sem történt annak idején, és még számos ilyen momentumot. Mennyire ragaszkodik a tényekhez a film, és mennyire jelenik meg benne a játékfilmes fikció? Anélkül, hogy filmesztétikai fejtegetésekbe szeretnék bocsátkozni, ez egy fikciós film, ez egy játékfilm, nem dokumentumfilm. Főleg nem történelmi hitelességre törekvő dokumentumfilm. Ez egy fikciós film, ez egy játékfilm, és mint ilyen, főleg egy történelmi esemény kapcsán, tehát csak felügyeletes lehet. Amiben pontos, és pontosnak kell egy filmnek lennie, az a narratíva, az a mondat, amit el szeretne mondani az ő témájáról. És én azt gondolom, hogy ez a film halálosan pontos ebből a szempontból. Nyilván, ugye az már, hogy 2 órában mesélünk el, vagy tulajdonképpen még 2 órában sem mesélünk el napok, hetek történetét, és itt ugye évtizedeket ugrálunk, mert ugye van egy 56-os szál is, az óhatatlanul sűrítéseket és egyszerűsítéseket idézőjelben igényel a történet mikéntjét illetően. Ugye például karaktereket illetően, anélkül, hogy spoilerezni szeretném a filmet, ilyen például Antall titkárának a karaktere, Somlai karaktere, aki minimum 3 személyből van összegyúrva. Ezért értelmetlen tőlünk a 100%-os történelmi hitelességet, hogy most pontosan hányan voltak ott voltak-e, nem úgy voltak ott, akkor, amikor egész egyszerűen maguk a résztvevők is máshogy emlékeznek. Tehát ők is vitatkoznak. Egyébként most jelent meg 2 résztvevő, a Jeszenszki Géza és a Kónya Imre beszélgetése, harmadiként egyébként történészként Rajnerem János is részt vesz benne. És még ők sem értenek egyet abban, hogy ez mi is történt. Most mi rajtunk érik számon azt, hogy tehát ugye valamelyiknek a narratíváját elfogadjuk, akkor a másik 2 fogja azt mondani, ne, ez történik jelen pillanatban. Nekünk a mondatot, tehát azt az üzenetet, amit át akartunk adni, abban kell pontosak lenni, és ez a film ebből a szempontból tökéletesen hiteles, nekem ez szent meggyőződésem. Majd nem sokára megkérdezem, mi is ez az üzenet, viszont még van egy nagyon fontos vonal ebben a filmben, legalábbis az én számomra ez egy fontos vonalként jött ki, aki tinédzser voltam ebben az időszakban, tehát vagy mi keveset fogtam fel a politikából, bácsikat és néniket láttam a híradókban, például Göncz Árpi bácsit, egy ország kedvencét. Na most ebben a filmben egy egészen más karaktert kapott a volt államfő. Ezért sem keveset támadták egyébként az alkotókat. Miért így formálták meg a karaktert? Azt gondolom, hogy igazságot kell szolgáltatni, vagy meg kell próbálni legalábbis közelíteni a karaktereket illetően is, és a személyeknek a történelmi helyét, alakját, mozgatórugóit a valósághoz. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk résztvevőkkel, nagyon-nagyon sokat olvastunk arról, és ez elsősorban a forgatókönyvíró kollégára igaz, gyakorlatilag Köbli Norbert mindent elolvasott, ami a témában hozzáférhető. Antall József, Göncz Árpád visszaemlékezéseit, tárgyalási jegyzőkönyveket, mindent. Mi úgy éreztük, ezek a mondatok, ezek a kijelentések, amik elhagyják Göncz száját, ezek elhangzottak. Tehát ebből a szempontból ezek tökéletesen hiteles mondatok. Ez a karakter rajzolódott nekünk ki Göncz Árpádról, és ez a karakter rajzolódott ki elsősorban Antall Józsefről. Tehát nem tudtunk mást megfilmesíteni, vagy Köbli leírni, mint a valóságot. Ez a valóság. És egyébként azok az emberek, akikkel beszéltünk, és itt aztán mondom Kónyán túl rengeteg szereplővel beszélgettünk, mindenki állította, hogy ez egy hiteles kép. És valóban ezek a mondatok elhangzottak, és ez egy hiteles portré Göncz Árpádról is, és természetesen Antall Józsefről is. Most csak egy személyes kíváncsiságomat elégítsék ki, legyen kedves, hogy nagyon keveset beszéltünk a korábbiakban Antall Józsefnek az 56-os múltjáról. Valahogy az ő személyével kapcsolatban nem ez volt a lényeges szempont nyilvánvaló okokból. Az meg aztán végképp nem merült fel soha, hogy esetleg az ő kapcsolata Göncz Árpáddal netántán innen 56-ból eredeztethető. Ez például egy hiteles történelmi szál a filmben? Természetesen igen. Igen, tehát az ő kapcsolatuk az 56 előttről, vagy 56 környékéről datálódik. Arról, hogy most volt-e memorandum, amit közösen írtak, vagy nem, erről ugye az említett újságcikkben is megy a vita, de az tény, hogy a kapcsolatuk ebből az időszakból származik, sőt azt kell mondjam, hogy barátságuk, ami aztán ugye itt a rendszerváltozás környékén, illetőleg Antall miniszterelnöksége és Göncz államelnöksége kapcsán zátonyra futott, és mondhatni megszűnt. A korszak akkori nagyjai, feltételezem, hogy azért érdeklődéssel várták ezt a filmet. Ők mit szóltak hozzá? Hogy érezték magukat azokban a szerepekben, amiket a képernyőn vagy a mozivásznon viszont láttak? Összességében azt hiszem, hogy nagyon jól fogadták a filmet. Tehát szerették a filmet, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. Tehát mi nagyon szerettünk volna, hogy ez egy méltó film legyen Antall örökségéhez és szelleméhez. Azt gondolom, hogy ezt elértük. Természetesen számos kritika érte a filmet abban a tekintetben, hogy most így történt, nem így történt, de hát ezt elmondtam, hogy ezt rajtunk számon kérni, mint minimum nem jogos, vagy legalábbis nem érezzük jogosnak. Nem dolgunk, tehát nekünk nem ez a dolgunk, nekünk egy narratíva mentén igazságot elmesélni az a dolgunk. Az, hogy most szállazzák ki, hogy most pont így történt, nem így történt, ezt szállazzák ki a történészek, hajrá! Volt egy fő üzenet. Sokat emlegette, úgyhogy nem szeretném kétségek között hagyni a kedves hallgatókat, nézőket. Mi volt az önök szándékai szerinti fő üzenete ennek a filmnek, amit szerettek volna oda tenni elénk? Meggyőződésem, és azt gondolom, hogy ezt mondhatom az alkotótársaim nevében is, hogy a rendszerváltoztatás az a magyar történelemnek egy egészen kivételes sikertörténete. Mondom ezt nagyon komolyan. Tehát végig gondoljuk, hogy a nemzettudatban milyen sorsfordító eseményekre emlékezünk, mondhatnám itt Mohácstól kezdve 48-on át 56-ig, ezek mind-mind véres, vesztes csaták, azt kell mondjam. Ehhez képest a rendszerváltoztatás egy vértelen és egy olyan esemény, ami a diktatúrából a demokráciába vezet át az országot. Ennek a vezéralakja Antall József, és őt szerettük volna arra a piedesztára emelni, mondhatom nyugodtan, ahol az ő helye van. Tehát ő vitte át az országot a diktatúrából a demokráciába, és bármennyire sok nyomorúság, szerencsétlen helyzet adódott, azért ez mégiscsak egy demokratikus ország, és minden híreszteléssel ellenében mi demokráciában élünk, és ennek az alapvető kezdőgenerátora az Antall József volt. Ugye az már az előbb kiderült, hogy itt egy jó hosszú éve húzódó projektről van szó, tehát nem időzítetten jelent meg most ez a film, hanem most készült el. Mégis valahogy a történelem úgy hozta, hogy nagyon sok párhuzamot találhat szinte mindenki az akkori történések és a jelen között, ha csak a taxis blokkádot, mint eseményt megemlítjük, ugye most is jelenleg is tüntetések vannak az utcákon, a történelem egy nehezebb korszakának előtt, vagy korszaka előtt ez talán természetes is, akárcsak akkor most is az oroszokkal egy vitás szituáció, egy energiahiányos, egy energiaválságos állapot. Önök érezték-e, érzik-e ezeknek a párhuzamoknak a jelentőségét most itt a film bemutatásakor? Mert én megmondom őszintén, mikor végignéztem a filmet, hát többek között a jelen rázott meg, nem csak a múlt és Antall Józsefnek a tragikus története. Igen, ez biztosan így van, természetesen érezzük a párhuzamokat, érezzük, hogy azért a film egy egészen új dimenziót kap a ma történései okán, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez cél volt. Egész egyszerűen ez dobta ki a kerék. Nyilván a történelem alakította, így nem mi, de őszintén örülök annak, hogy máig ható és a mára reflektáló hatása van a filmnek, és hogy ezt tehát nyilvánvalóan sokan észreveszik. Lesz ám egy nagy kihívás ezelőtt a film, illetve hát az alkotók előtt, mert hogy ez az az alkotás, amit beneveztek az Oscar-díjra Magyarország részéről. Hát nem hiszem, hogy nem monitorozták nemzetközi szinten ezt az alkotást, különben nem erre esett volna a választás. Lát esélyt, hogy egy ilyen szemléletű magyar film az Oscar-díj átadón, vagy az Oscar-díjak kiválasztásakor sikerrel indulhat? Hát egyrésztről nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez a Független Bizottság, ugye, ami filmes szakemberekből állt össze, a mi filmünket találta erre alkalmasnak, hogy van-e remény, hát csak reménykedni tudunk, úgyhogy, és hát a remény hal meg utoljára, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy sikerrel fog szerepelni a film. Hát mi meg csak szurkolni tudunk, köszönjük, meg megnézni a filmet, erre azért mindenkit bátorítok, mert szerintem érdemes néha egy kicsikét elmélyednünk a közelmúltunk történetében is. Lajos Tamásnak, a Blokád producerének köszönöm, hogy bejött hozzám ide a stúdióba, és hát várunk további a történelmünk feldolgozásával kapcsolatos munkát is önöktől, remélem, hogy reménnyel. Köszönöm szépen.